Olyan másfél-két órával ezelőtt az Ördögárok utcai központi épületbe voltam, és átmentem abba az épület részbe, ahol a fogyatékos lakóink élnek, és most már egész más szemmel voltam abban az épületben. Most jobban föltűnt, hogy milyen szűkek ott a folyosók, milyen zsúfoltak ott a szobák, a toldott, foldott műanyagpadló, a csorba, a csempe. Ez a jelenlegi valóság. De láttam az embereket nevetni, mosolyogni, izgatottan készülődni. Ők is jöttek, sokan az ott lakók közül és munkatársak közül jöttek ide az ünnepre. Lakók és munkatársak együtt örültek és örülnek, gondolom, hiszen olyan rendkívüli ez a mai nap. Másfél évtized készülődése, tervezgetése válik most valóra. Hogy ez alatt a másfél évtized alatt mennyi csalódás, arról lehetne nagyon sokat mesélni. Hányszor találtunk már megfelelő telket, és úgy tűnt, hogy na, rendben van, akkor ez működni fog, aztán puk, mint egy felfújt szappanbuborék kidurrant, és kezdtük előről a keresést. Hogy mennyi aggódás volt ebben a másfél évtizedben, arról is nagyon sokat lehetne mesélni. Ilyen alapkérdések merültek fel, hogy kell-e egyáltalában építkezni. Mi lenne, hogyha a Sarepta szeretett otthon fölhagyna a fogyatékos emberek gondozásával, szépen leépítenénk, és törődjünk csak az idősekkel. Vagy ha jó, építeni kell, és építeni fogunk, akkor melyik a legalkalmasabb pillanat? Mikor jön el az a pont, amikor már érdemes elkezdeni, nem húztuk túl sokáig, de nem is kezdjük elhamarkodottan ezt a munkát. Szóval volt, mint tépelődni és gondolkodni. És aztán, amikor élesbe fordult minden, amikor megszülettek a fontos döntések, akkor olyan jó volt látni, hogy az intézmény számtalan munkatársa együtt kezdett el gondolkodni, sokan részt vettek az ötletelésben, a tervezgetésben, épült a reménység. És azt kell mondjam, hogy attól fogva egyre inkább nő bennünk az öröm és a reménység. És most eljött ez a várva várt nap, ami óriási öröm, de még mindig egy pici szorongás azért van ott a szívemben. De eljött ez a nap, és elkezdjük 50 fogyatékkal élő ember számára egy új otthon felépítését. Remélem, hogy ez nagyon szép és kényelmes otthon lesz, és sok ember számára fog örömöt jelenteni. És abban is biztos vagyok, hogy nagyon sok családnak fog örömöt jelenteni, hiszen számtalan családról tudok, ahol az idős szülők bizony már aggódnak, mi lesz a gyerekkel, hogyha mi már nem tudjuk tovább elkísérni. Szükség van ránk, nekünk feladatunk van, és építeni fogunk. Építeni fogunk, mert ez az Úr Jézustól kapott küldetésünk. És ez az elődeinktől kapott örökségünk is. Érezzük és tudjuk, itt a Sareptában sem fogyhat el, nem fogyhat ki a tevékeny szeretet. És ha minden igaz, és minden úgy fog történni, ahogyan azt mi szeretnénk, akkor remélem egy bő másfél év múlva újra együtt leszünk ilyen körben a beiktatás szép ünnepi Isten tiszteletén. Lehet, hogy túl merész ez a reménység. Lehet, bizony. Vannak gondjaim. Vannak gondjaim, mert a helyzet az, hogy a pénztárca egy darabig megvan, de hogy az utolsó végszámlát miből fogjuk kifizetni, azt nem tudom, mert a költségeknek csak a 80%-a áll rendelkezésre. És bizony mindenki tudja, aki Magyarországon él, hogy olyan építkezés még nem volt ebben az országban, ahol minden sinen ment volna, és ne lett volna menet közben egy csomó ilyen-olyan-amolyan gond, amit le kell győzni. És ezt is ki kell mondani, bizony a magyarországi előírások, illetve az Európai Uniós kötelezettségek is újabb és újabb terheket, gondokat és plusz kiadásokat jelentenek nekünk. De azt kell mondjam, hogy mi mégis bizakodunk, mert a szemmel látható, hogy többen vannak a
mi oldalunkon, mint a velünk szemben levő nehézségek. Hát mi az Úr Jézus Krisztus nevében kezdjük a munkát. És ő azt ígérte, hogy velünk van minden napon a világ végezetéig. Bizakodunk, mert a Magyarországi Evangélikus Egyház ennek az intézménynek az alapítója és a fenntartója azért mögöttünk van, szó szerint, ha tetszik gondolni, mert a püspök úr most mögöttem van. És az is igaz, ezt is sokan látják, hogy azok a német testvéreink, akik már évtizedek óta támogatnak minket nagyon sokféle anyagi és egyéb segítséggel, ők is egészen biztosan mondták, és talán újra el is fog hangozni többszörösen is, hogy támogatják és kísérik ezt az építkezést. Bizakodunk és reménykedünk, mert szemmel látható, hogy nagyon sok jó indulatú, jó akaratú ember van mögöttünk, hiszen ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat. Sok barátunk, ismerősünk, üzlettársunk áll ki mellettünk, és támogattak, és támogatni is fognak ezután is. És azért is merek bizakodni, mert olyan munkatársi gárda dolgozik a sareptában, akik örülnek ennek az építkezésnek. Nem a nehézségeit látják, az is van persze, de az örömét és a fejlődés lehetőségét élik meg. Bizakodunk és reménykedünk, mert a lakóink mosolya és várakozása egész biztos túllök majd bennünket, amikor megfáradunk. Bizonyíték arra, hogy érdemes nekünk bizakodni, ez a nagy ünneplő gyülekezet.